sokak nem gondolják át lehet, de én az asszonyommal átgondoltam nem egyszer, hogy a konyha hogy lesz kialakítva. Ugye az ember megálmodja, aztán kompromisszumokat köt, de a lényeg akkor is az, hogy a konyhában hol fog elhelyezkedni a hűtő, a mosogató, a sütő, a munkalap hogy fog végigfutni, esetleg a másik falon lesz-e még valami plusz itt esetleg mögöttem. Úgyhogy mindezeket mérlegelve és számon szem előtt tartva az áram. Tehát az áram probléma van mindig, meg az elosztó probléma. Úgyhogy itt építettünk ki a munkapult alatt is legalább 4 darab állást. Illetve fentebb az elszívónak, a hűtőnek külön ugye, mivel ilyen jégkockadagolós a vízhálózatot is rá kell kötni, de legyen ott is konnektor. Tehát a konyhában van itt is konnektor, meg ott is konnektor, meg mindenütt van konnektor és kapcsoló is. Úgyhogy még olyanok is vannak, amik majd a munkapult alatti részen ugye a bútor alá fognak bekerülni, hogy még utólag is arra rá lehessen esetleg még valamit kötni. Úgyhogy nehogy az legyen, hogy elkészülve kényelmetlenné vagy unpraktikussá váljon itt az élet. Ne kelljen szétvésni már semmit, hanem muszáj, és mindennek meg legyen a helye. A kandalló kialakítása ugye ott fog történni, oda is raktunk mellé úgy villanykapcsolót, hogy ne legyen majd útba a kandallóépítéshez, a kandallóépítésnél. Illetve ugye ott megy föl a kémény, ott mellette a terasz a kiárat, tehát egy csomó mindent össze kell úgymond gondolatba rakni, mire elkészül a terv, ami alapján összehangolva ezeket ki kell vitelezni, vagy kivitelezni kell. Aztán ugye vannak még külön ugye a nyilászáró problémája, hogy azt is ki kell találni, hogy az épület milyen tájolású, a telek milyen tájolású. Úgyhogy én teljesen korábban kiszerkesztettem és bekalibráltam, hogy honnan kell föl a nap, hol fog világítani napközben és hol megy le. Tehát a naplementét tudjuk nézni a teraszról, egész nap fényárban fog úszni a nappali és a konyha. Úgyhogy szerintem ez is nekünk ideális lesz. Nem lesz sötét félhomály az épületben, úgyhogy remélem, hogy ha elkészül és visszanézzük ezt a videót, akkor már csak röhögök az egészen, és azt mondom, hogy igen, megérte, és jó lett minden. Fel vagyok készülve arra, hogy egy-két dolog még ki fog derülni, hogy mégse úgy kellett volna, de hát azt mondják, ugye, hogy az első házadat az ellenségednek építed, lerágott csont ez a mondás, tudom, a másodikat meg a kinek építed, a barátodnak, a harmadikat magadnak, na mindegy. Tehát a lényeg az, hogy ez az épület, ez az otthon, az első, amit építünk, vagy építek. Ez az első családi ház, amiben lakunk, aztán még ki tudja, mit hoz a jövő, mert lehet, hogy ha fölmegy úgy az ingatlanpiac, akkor ez már most annyit ér, hogy megérné eladni. Pár év múlva meg lehet, hogy még jobban megéri, és akkor csinálunk egy másikat, ha ebből a hibából tanulunk esetleg, amiket itt elkövetünk. Na mindegy, örülök, hogy ez is összejött ez a projekt, tehát elegem volt most már 13 éve a panelba, vagy téglaépítésű emeletes házba lakni, meg lépcsőzni, úgyhogy itt mi nálunk kizárólag csak 2 darab lépcső lesz a bejáratnál, a kis teraszra, ahol föl lehet jönni, és akkor be lehet burítani, hogyha az ember megjön a Lidliből a vásárlásból. Tehát itt van benne az egyik szoba. Mutatom, hogy itt is ugye padlófűtés van, itt a másik szobában is a gyerekszobákban. Tehát mind a két gyerekszobában padlófűtés van. A gyerekszoba mellett található a zuhanyzó, ahol ugyanúgy beépített WC-tartály lesz, falra szerelhető WC-kagylóval, üvegfalas zuhanykabinnal, kismosdóval, törölköző szárítóval. És az a jó, hogy a gyerekszoba is teli van konnektorokkal, tehát bárhova is lesz majd az ágy később vagy újonnan elrendezve. Konnektor mindig lesz telefont vagy bármit feltölteni, illetve a falra szerelt TV-nek lesz biztos csatlakozója, rá a videójáték, a konzol, még plusz alul is lesz konnektor. Tehát biztos, hogy nem kell itt hosszabbítókat húzkodni majd a laminált parkettán. Illetve még egy okosság, amit kitaláltam, jelenleg ugye ez az épület készül el, és ebből a szobából nem ablak, hanem egy földigérő ablak, egy ajtó nyílik, amit hozzáépítve egy külön épülettel azt terveztem, hogy egy ilyen kis üveges téli kerten keresztül, tehát mint a téli kert lenne, tehát egy üveges fedett kis téli-nyári kerten keresztül lehet átmenni a másik épületbe, úgymond a melléképületbe, ami jogszabályügyileg úgy fog kinézni, hogy az nem emberi tartózkodásra alkalmas, hanem az egy ilyen külön olyan épületrész, ahol ugyanúgy lesz bevezetve majd áram, víz, villany, tehát ami kell, viszont az egy ilyen kis, mint egy dühöngő, vagy nem is tudom, hogy mondanám, tehát és a kertre fogunk majd rálátni belőle, egy üveg fallal ellalakba fog húzódni éjszak felé hátra,
és annak a végében lesz kialakítva egy kis házi konditerem, ott lesz a szolárium, és ez az egész egy ilyen kis megmélyített aulás részé fog alakulni, ahol a Balaton felüli északi falon lesz ugye a tévé, hát mögött pedig ugye a nagy üvegfal, ahol kilátsz a teraszról a kertre. De hát ez még a jövő zené, egyelőre ez a lehetőség az, ugye, ami majd idővel egy ilyen dolgozó szobává fog avanzsálni, és itt lesz egy ilyen átjáró. Esetleg a gyerekeknek ez a hátsó rész meg lesz majd úgy csinálva, hogy ott is ugye lesz két szoba, tehát majd elosztozunk, hogy ki hol szeretne lenni. Ezt majd még nekem ki kell találni, de ez a lényeg, hogy ragadjon a bélyeg. Óvatosan próbálunk így jönni, menni, hogy ne tapossam szét a szép munkát. Úgyhogy gyerekek, igen, ez is egy szakma, ebbe is be lehet jönni, ki lehet tanulni. A belső munkák vannak vissza. Tehát megvannak a falak, le vannak vakolva. Most elkészült, hogy végre az összes cső le van tekerve a padlófűtéshez, úgyhogy elkezdjük bekeverni a betont, és ezt a 130 néhány pluszos négyzetméter bebetonozzuk, és utána indulhat végre a vakolás, a glettelés, a plafonnak és a falaknak a végső elkészítése. Tehát a vezetékek meg benn vannak a falban, már bent vannak a flaszterban, igazából a hálózatra kell rácsatlakoznunk, és már jön is a villany. A fal búhe, na. Építkezésnél elég nagy hiba, amit hallok, és nagyon régóta is odafigyeltem mindig, aki építkezett, hogy utólag mi az, amit megbánnak. Hát én most egy kicsit előre gondolkoztam, hogy utólag ne legyen nagyon mit megbánni. Eleve azt nem, hogy belefogtunk, és miért nem volt jó a panelban, tehát még mindig azt mondom, hogy megéri az erőfeszítést. Nem mondom, hogy a sok idegeskedést, mert igazából én már hozzászoktam, hogy minden nap egy új kihívás, mindig lenne, mint idegeskedni, de én csak kihívásokat látok, és megoldani való problémákat látok az egészből. Nem kattogunk fölöslegesen hülyeségeken, hanem megoldunk mindent, vagy így, vagy úgy. Na most a legfontosabb például az áramhálózat kiépítésénél, hogy legyen elegendő fényforrásunk. Na most mi nálunk itt a nappaliban lesz bőven fényforrás, lesznek spottok, és lesz még külön lámpatestből is kettő nagyobb, a konyhában egy kisebb, ugyanígy végig a szobákban, LED megvilágítás, hangulatfény, a fürdőszobában elég fény ahhoz, hogy a miteszernyomkodó tükörnél lássuk a pattanásokat. Jelenleg a fürdőszoba van itt a háttérben, ahol már felrajzoltuk a falakra, hogy mi hova fog esni. Ki is vannak választva hozzávaló eszközök, legyen az akár a beépíthetős WC tartálykeret, vagy a bidének a helye, vagy a sarokkádnak az előre itongból felrakott kis válla, aztán majd ide érkezik ugye a dupla mosdós tükrös szekrényrendszer, és elég nagy hely marad még így is a fürdőszobába egy laza Insta selfie-t készíteni. Sikerült megrendelni Siófokhoz közel Balatonszárszón a Kezolától a megfelelő járólapot, illetve a hidegburkolatokat, amiket a két fürdőszobába, azaz a fürdőszobába és a zuhanyzóba fogunk felrakni. Lemértük ugye ehhez a négyzetmétert kis ügyesen, kiszoroztuk, osztottuk, hogy a háromféle mintájú csempe, és illetve két méretű csempe, vagy járólap, vagy hidegburkolat, hogy hova fog esni, úgyhogy ne legyen túl sok a kukába, de elég is legyen. És az áramhálózatra visszakanyarodva ugye látjuk, hogy azért konnektorok, tehát vannak. Például itt lesz a médiafal, ott látok eleve lent négyet, vagy inkább így mutatom. Tehát ott van eleve lent négy, fölötte négy, meg még ott fölötte négy, meg még a két oldalt is van. Így összeszámolva a lakóépületnek a belsejében, tehát ismétlem csak a belsejében, megközelítőleg körülbelül 100 darab konnektor állást építettünk ki, amihez már az konnektorok meg vannak vásárolva, és csak a beépítésre várnak. Aztán villanykapcsolókból is ugye tettünk ide-oda-amoda, ezt kitaláltuk szépen Zsolti barátommal, a villanyszerelővel, hogy aki már nem ma kezdte és már látott karomvarjút. Nem mindegy, hogy amikor bejössz mondjuk a bejárati ajtón, kézre fog esni a villanykapcsoló. És utána merre indulsz el? A konyhába, vagy a nappali felé? Esetleg a fürdőszobába? Tehát bármerre is haladsz ezen a központi nagy téren át, a nappalin, ugye az élet szintere a nappali és a konyha számunkra, még mindig és marad is, bármelyik irányba indulsz el, kézre essen mindig a villanykapcsoló. Ha éjszaka, jössz ki a szobából, fölkapcsolt, de ne az egészet, csak egy fönti spotsort. Ha a konyha felől jössz, is tudják kapcsolni. Ha a bejárati ajtó felől jössz, ha a másik szoba felől jössz, illetve hogyha a terasz felől jössz be. Úgyhogy nem volt túl nagy fejtörés, osztottunk, szoroztunk, rajzoltunk, utána pedig jelöltünk. Aztán indult a vésés, úgyhogy végül is most, hogyha a másik Zsolti barátommal, aki viszont nagyon jó hírű festő hírében áll, festő, mázoló és minden más,
ővele szépen legletelgetjük a plafont, a falakat, és akkor a legvégén mehet a tisztasági festés, vagy nem tisztasági, mert ugye itt eleve még nincs semmilyen festés, tehát amikor belülről megkapják a falak a színeket, utána beépítjük a konnektorokat és a villanykapcsolókat a helyére. Úgyhogy ez most erre a hétre a terv, hogy betonozzunk, következő hétre a terv, meg hogy vakolunk, és 2021. január van. 2020. januárban, amikor itt voltam, akkor még csak így szelfibe bozótot tudtam nektek mutatni. Sivár volt a táj, de gyarmatosítottuk. Mint annó Amerikát, leigázzuk a természetet, ugye? Lassan lakatóvá válik az épület, közben a Spice-ban még bent van némi nikeccel, meg... Ja igen, van egy újdonság, lesz szolárium, igen. Már itt van kint a teraszon letakarva szolárium, egy álló szolárium, úgyhogy a szépségszalonos részbe, vagy a kondis részbe, saját részünkre lesz itthon a karantén, bármikor visszajöhet, saját részre lesz szoláriumunk, úgyhogy nem kell többet menni sehova. Lehet edzeni szépen a hátsó kis épületben, illetve szoláriumozni. Hát igen, hát enélkül nincs semmi, ugye.